Baktalú rendházán a jelentősebb beruházások elmaradtak, aminek az oka, hogy 2019-ben fejeztek be egy több évig tartó, közel 3 milliárd forint összértékű projektcsomagot. 2020-ban az egyik legnagyobb beruházás a városi piaccsarnok építése volt. A Magyar Falu program keretében útfelújítást valósítottunk meg a városközpontban lévő utcákban, ez 30 millió forint értékű. Mindkét orvosi körzetünk eszközökkel lett ellátva, ez nagyságrendileg 6 millió forint, illetve került a városgazdálkodási feladatokhoz eszközöket beszerezni közel 15 millió forint értékben. Tehát ezek voltak a Magyar Falu program nyertes pályázatai. Ezen túlmenően befejeztük a városi piac építését, amely ebben a hónapban megnyitja kapuit. A városi piac építése 46 millió forintba került a településnek, tehát ezek voltak azok, amelyek ebben az évben realizálódtak és megvalósultak, mint fejlesztések. A járványhelyzet miatti védekezés jelentős összeget, 6-8 millió forintot emésztett fel. A gépjárműadó miatt kiesett bevétel pedig 8,5 millió forint volt. Mindezek ellenére több beruházás is a tervezőasztalon, illetve már engedélyeztetés alatt van 2021-re. Örömmel mondhatom, hogy vannak ilyen pályázataink és lehetőségeink. Összegszerűségében jelentősen több, mint ebben az esztendőben. Említhetném ugyancsak toppos forrásból a bölcsőde tervezett megvalósítását. Háromcsoportos bölcsődét fogunk építeni jövőre, 350 millió forint értékű. A kastély pincéjének a felújítása történik meg, közel 100 millió forint összegben realizálódik, ez a megyei turisztikai program keretében, illetve egy sportkomplexumot szeretnénk megvalósítani, több mint 1,5 milliárd forint összegből. Erre vonatkozóan az erőkészületek zajlanak 2021-ben, erre nyertünk összesen 180 millió forint támogatást, tehát ezek a jelenleg ismert kilátások, amelyek már támogatói döntéssel rendelkeznek. A tervezett sportkomplexum nem csak a település, hanem a járás sportolni vágyó lakóinak nyújt majd olyan szolgáltatásokat, amik eddig szinte egyáltalán nem voltak elérhetőek. A tervek között szerepel egy műfüves labdarúgópálya, teniszpálya, kondipark, illetve a beruházás magában foglalja egy sportcsarnok megépítését is. Ebben a normál méretű kézilabdapálya mellett egy bowlingpálya, egy tekepálya, egy fallabda és egy wellness részleg is helyet kap.